János, jó estét, jó estét. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat odahaza és itt a stúdióban is. Nyilván hallották, hogy népes delegáció jár, illetve járt a héten Budapesten olyan héppróbás, feketeöves gazemberek a tagjai, mint például Daniel Freund, zöldpárti német EP képviselő, már ha egyáltalán az, hogy német az ő esetében jelent bármit is. Aztán valami DK-s kopasz is tagja ennek a delegációnak. És ők most azt vizsgálják, hogy Magyarországon hogy is áll a demokrácia, meg a korrupció. És én borítékolni tudom a vizsgálat eredményét. Magyarország náci diktatúra, és a korrupció mindent elhalmozott. És egy ilyen szituációban, mikor ilyen fontos emberek, ilyen fontos megállapításokat tesznek az ember hazájáról, akkor nagyon nagy szükség van arra, hogy az ember bele tudjon kapaszkodni valamibe, hogy lássa, hogy vannak a világon olyan helyek, ahol a demokrácia tökéletesen működik, kiváló, egyszerűen semmibe sem lehet belekötni, és egyáltalán nincs korrupció. És hol találhatná meg az ember ezt a helyet, hol máshol, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Mégiscsak a demokrácia mintaországa, a szabadság hazája, ahol minden rendben van. És hogy mennyire minden rendben van, amerikai példák fognak következni. Csak azért, hogy mindig tartsuk szem előtt, hogy ki a mi igazi példaképünk. Nos, emlékeznek talán, múlt héten már szót ejtettem arról, hogy Donald Trumpot elítélték, mert 180 évvel ezelőtt egy áruházba, fényes délbe, a próba fülkébe állítólag megerőszakolt egy nőt. Ez, akkor erről hosszan beszéltem, de egy mondatot azért kihagytam. Ugye úgy ítélték el Trumpot, hogy erre nyilvánvaló, hogy semmilyen bizonyíték nincs. Van egy rüfke, aki 27 év után ezt bemondja, és a bíróság neki hisz. A Trump azt mondta, hogy nem is ismerem ezt a nőt. A bíróság neki nem hisz. Na csak, hogy tudjuk, hogy az, a jó igazságszolgáltatás így működik. Mi derült ki most a demokrácia mintaországában? Az a helyzet, drága barátaim, hogy emlékeztek még 2016-ra Egyesült Államokban elnökválasztási kampány zajlik, és elkezdik Trumpot és a stábját azzal támadni, hogy az oroszokkal, meg az orosz titkos szolgálatokkal összejátszva ők meghekkelték az amerikai választási rendszert, meg szörnyű dolgokat műveltek, az oroszok beavatkoztak az amerikai választásba, és ezt a Trump tudta. Perek tucatjait indították a később aztán győztes elnök ellen is, és az elnökségének a 4 évét ezt így végig kísérte, ez az árnyék, hogy ő úgymond az orosz titkos szolgálattal, meg Putyinnal vált-válnak vetve ásták alá az amerikai demokráciát. Ugye erre mindenki emlékszik. No, most ott tartunk. Nem indíthatott volna nyomozást Donald Trump ellen az Oroszországgal való összejátszás gyanúja miatt a 2016-os választások idején az FBI. Közölte az eljárást vizsgáló különleges ügyész jelentése. John Durham szerint az FBI vizsgálata nélkülözte az elemzői szigort, valamint a szerv nem rendelkezett tényleges bizonyítékokkal az ügyről, mielőtt vizsgálatot indított volna. Ez a elviselhetetlen bükfanyelven megfogalmazott néhány mondat, ez nem egyebet állít, mint hogy az FBI mindenféle bizonyíték nélkül éveken át vegzálta és pereket kezdeményezett
az amerikai, a hivatalban lévő amerikai elnök ellen egy olyan ügyben, amely ügy nem létezett. Miket mond még ki ez a jelentés? A 300 oldalas jelentés megállapítja, hogy az FBI mulasztott és szem elől tévesztette a törvény iránti hűség szigorú előírásait, amikor a Donald Trump elleni vizsgálat elindításakor politikai szempontokat is figyelembe vett. Hogy tessék mondani, mi a lószart csinált az FBI? Ide van írva. Politikai szempontok alapján vegzálta a hivatalban lévő amerikai elnököt, méghozzá olyan égigérő hazugságokkal, amelyre semmilyen bizonyítéka nem volt. Viszont sikerült egy 4 éven keresztül tartó álbotrányt habosítani az elnök körül. Tegyük hozzá, talán nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy az ember kijelentse, hogy ez esetleg hozzájárult ahhoz, hogy aztán 4 év elteltével Donald Trump kikapott a fingó öreg bácsitól. Ha egyáltalán azok a választások szabadok és tiszták voltak, zárójel bezárva. Jelentésből még egy kis rész. Az FBI sokszor figyelmen kívül hagyta azokat az információkat, amelyek aláásták a nyomozás eredeti előfeltevéseit. Ugye ez is érthetetlen bükkfanyelven van megfogalmazva. Figyelmen kívül hagyta azokat az információkat, amelyek aláásták az előfelvetést, feltevéseket. Magyarul, lefordítva, az FBI előállt egy politikai prekoncepcióval, ehhez gyártott hamis bizonyítékokat, és bármely bizonyíték került a birtokába, amely ezt cáfolta, azt egész egyszerűen félretette. Na, innentől kezdve szép az Amerikai Egyesült Államok demokráciája. Itt a példa, így kell élni emberek. Ezt nevezik ma demokráciának. De nézzük meg ennek az egész történetnek a B oldalát, a lemez B oldala. Másik jelentés. Politikai döntésnek nevezte egy korábbi ügyész, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium nem foglalkozik a Biden család ellen felmerült vádak kivizsgálásával. Hogy is van ez? Donald Trump ellen legyártanak egy hamis vádat, amit 4 éven keresztül habosítanak. Majd 4 év, most már mindjárt 8 év elteltével, így szemérmesen bevallják, nem vallják be, mert az FBI magától semmit nem vallott be, hanem megállapítják, ugye a republikánus többségű vizsgáló bizottság, hogy ez mind hazugság volt. Ezzel párhuzamosan napnál világosabb, hogy az egész Biden család tökig gázol a korrupcióban, külföldről külföldi állampolgároktól kapnak több mint 10 millió dollárnyi pénzt tettek el, és ezzel az amerikai igazságügyi minisztérium nem foglalkozik. Megállapítja a jelentés, a Biden család több tagja is részesült külföldi pénzekből, beszéltünk már erről. Az egyik vezető hír volt a múlt héten az Egyesült Államokban, legalábbis a jobboldali médiában ez az ügy, írja a jelentés, figyeljetek, jobboldali médiában, ugyanis a mainstream médiumok egyáltalán nem számoltak be róla, erre is felhívja a figyelmet az ügyész Brad Tolman. Tehát, mondjuk vegyük a CNN-t, ami a Egyesült Államok mainstream baloldali liberális média birodalmának egyik zászlós hajója. De mondhatnánk a New York Times-ot és még számos. Köztük sok olyat, amelyik a Soros György nevű gazember tulajdonában áll. Ezek a médiumok, hát hogy is mondjam, csak oroszlán részt vállaltak abban, hogy Trump elnöksége idején fenntartsák az FBI segítségével azt a hamis látszatot, hogy Donald Trump az orosz titkosszolgálattal és Putyinnal összejátszva bármit is csinált az amerikai demokrácia és a választás ellen.
ugyanezek a médiumok évek óta kussolnak, ha bármi valós és bizonyítékokkal alátámasztott ügy merül fel a Biden családdal kapcsolatban. De természetesen nincs itt semmi látnivaló, nem győzöm hangsúlyozni, az Egyesült Államok a demokrácia és a sajtószabadság hazája. Valamiért Daniel Freund sose fog elmenni az Egyesült Államokba, hogy megvizsgálja, hogy ott mi zajlik sajtószabadság ügyében. Mondom, ez, amit most egyébként megállapítanak. A felügyeleti bizottság szerdán egy 36 oldalas dokumentumot ismertetett a nyilvánossággal a Biden család gyanús ügyeivel kapcsolatban. A testület közlése szerint a Biden család és üzleti partnerei több mint 20 céget alapítottak, és 10 millió dollárnál is több pénzt kaptak külföldi állampolgároktól Biden alelnöksége idején 2009 és 2017 között, a kifizetések jelentős része pedig a Biden család megvesztegetését célozta. Ahogy folytatják, Joe Biden pénzért cserébe hozott meg politikai döntéseket, és a szövetségi nyomozó irodának, FBI, bizonyítékai is vannak erről. Még egyszer mondom, bizonyítékai. James Corner, a testület republikánus elnöke, bekérette az FBI-tól ezeket az iratokat és bizonyítékokat, ugyanis szerinte az FBI politikai alapon nem folytatja le a szükséges vizsgálatokat. Tehát bekéri az FBI-tól a bizonyítékokat. Ehhez képest, most figyelj, az FBI múlt héten közölte a bizottsággal, hogy nem tesz eleget ennek a kérésnek. Egyértelműen kiderült az FBI válaszából, hogy igenis ezek az iratok és bizonyítékok léteznek, de az FBI nem hajlandó azokat átadni. Úgy képzel, egy pillanatra hunnyátok le a szemeteket, és képzeljétek el ugyanezt Magyarországon. Hogy mondjuk Orbán Viktor ellen a magyar titkosszolgálatoknak egy hegynyi bizonyítéka van ilyen ügyekben, ezt mondjuk az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága bekéri, mire visszaszól a magyar titkosszolgálat, hogy lószart, nem adom oda. Úgy nagyjából el tudjátok közül, hogy mi lenne? Mert én sejtem, valószínűleg az ENSZ is bevonulna. Egyébként tegyem oda teljes joggal. Az Egyesült Államokban ez ma a normál üzemmód. Tehát az Egyesült Államok igazi, demokratikus, nagyszerű ország, a sajtószabadság hazája, minden kiválóan működik, és természetesen nincs korrupció. És mindebből következik a következő hír is, csak hogy maradjunk még egy kicsit az Egyesült Államoknál. Közel 200 hajléktalan veteránt telepítenek ki egy New York állambeli szállodákból, hogy helyet csináljanak a migránsoknak. Írta meg a héten a New York Post című amerikai lap. Még egyszer mondom, veteránokról beszélünk. A volt katonákkal, köztük egy 24 éves férfivel, aki az afganisztáni szolgálata után került nehéz helyzetbe, a hét elején közölték, hogy az ideiglenes szállásukból azonnali hatállyal eltávolítják őket, máshova kell menjenek, mert hogy kell a hely a migránsoknak. Ugye megint fölmerül az emberben néhány apró kérdés. Először is. Hogy engedheti meg magának az Amerikai Egyesült Államok azt, hogy a saját kiszolgált veterán katonái egyáltalán ilyen helyzetbe kerüljenek? De ha már ilyen helyzetbe kerültek, hogy merészeli megtenni azt, hogy még a átmeneti szükségszállásukról is kirakja őket, hogy migriket rakjon be a helyükre? Néhány hónappal vagy héttel ezelőtt, már nem emlékszem, volt egy ilyen témánk, mert Németországban ugyanezt megcsinálták. Német kisnyugdíjasokat kicsesztek a lakásszövetkezeti lakásukból, mert aliékat be kellett költöztetni. De hát Németországon az ember már semmi se csodálkozik. Hogy Amerikában ugyanez a menet, hát mindenkinek lelke rajta. De a szomszédos Kanadában viszont már
tényleg minden rendben van, mert csak egy dolgot kellett megoldani, és azt most meg is oldották. Különös táblák jelentek meg egy montreáli kutyafuttató kerítésén. A figyelmeztetés szerint szigorúan tilos az ugatás, a szabályszegő kutyák gazdái komoly bírságra számíthatnak. Te tesó, én tényleg össze-vissza szarom magam. És mindez egy kutyafuttatóba. Tehát nem a kórház első emeleti kórtermébe tilos a hangos kutyaugatás, meg, hanem a kutyafuttatóba. És ha hangosan ugat a kutyád, meg, akkor 500 és 2000 kanadai dollár közötti büntetést fogsz fizetni. Most ülnek a kanadai kutyatulajdonosok, már látom őket, és próbálják megtanítani ciripelni a kutyát. És haladnak, de még nem egészen megy jól. És természetesen nem tudok nem arra gondolni, hogy idehaza mi folyik ez ügyben, mert Belpestről, ugye most már évtizedek óta divat lett, belpesti barátaink mondjuk a Balaton felvidéken, vagy egyéb felkapott vidékeiken házakat vesznek falvakba. Szakmányba. Azzal vannak elfoglalva, figyelj, hogy betiltsák a harangozást, mert az őket zavarja. Betiltják a harangot, ezen ügyködnek. Meg, hogy nem szabad állatot tartani a faluban, mert az büdös. Tovább megyek, a kakas is hangosan kukorékol, és természetesen a kutya is hangosan ugat. Te miért nem költözöl vissza a Pozsonyi útra, b***t? Hát miért kell neked a Balaton felvidéken ház? De ha már oda mentél, hogy rohadj meg, akkor harangoznak, a disznó röfög, a kakas meg kukorékol. Bár a kakast is megpróbálják megtanítani ciripelni, de még ez se sikerült. Istenem, miért van az, hogy 8 milliárd ember él a Földön, és ebből szerény számításaim szerint 4 milliárd tökéletesen idióta? Ez egyszerűen hihetetlen. Na, és akkor el is érkeztünk utolsó témánkhoz. Próbálunk lehiggadni. Az Amerikai Egyesült Államok titkosszolgálata, ahonnan úgy szivárognak a titkos iratok, mint a pöcegödör, most kiszivárogtattak egy újat, amely arról szól, hogy Zelenszkij barátunk, hát hogy is mondjam, csak arról értekezett különböző megbeszéléseken a tábornokaival, meg a miniszterelnök helyettessel, meg a nem tudom kicsodákkal, hogy talán itt lenne az ideje felrobbantani a barátság kőolaj vezetéket, mert ha a barátság kőolaj vezetéket felrobbantják, akkor a magyar ipar az tönkre megy, és akkor Orbán Viktor majd megbukik. Na, és ez a Zelenszkij egyébként most éppen megint, mint a hasmenés körbe utazta Nyugat-Európát, mindenhova elment, két szót nem ismer a csávó. Azt, hogy kérem, meg azt, hogy köszönöm. Kijelentő és felszólító módban ugat, legyen szó a pápáról, bárkiről, mindenki könnyes szemmel lapogatja a hátát ennek a gazembernek, és senki nem teszi föl neki azt a kérdést, de figyelj barátom, mondjuk egy NATO tagállammal szemben egy terrorcselekményt fontolgattál? Nem, ez a kérdés nem hangzik el. Például a magyarországi mainstream balos-lipsi sajtó a hír után megpróbálja valahogy kisikálni a szarból az ukrán elnököt. És ennek a csimboraszója, a csúcspontja az a Telex, ahol egy Zács Dániel nevű poétikusan ifjúkorú újságíró ezt a hírt a következőképpen bírta megírni. Olyan jó, hogy megtanultam kívülről, azt írja. Zelenszkij arról beszélgetett, dühében, szegény dühös volt, hogy robbantsák fel a barátság kőolajvezetéket, most figyelj, mert akkor az Orbán Viktor érdekeltségébe tartozó magyar ipar majd tönkre megy. Orbán Viktor,
Tehát nem a magyar ipar megy tönkre, ahogy a telekszéknél, hanem az Orbán Viktor érdekeltségébe tartozó magyar ipar. De figyelj, biztos vagyok benne, hogy ez az ács, ez már jövőre megkapja a Pulitzer emlékdíjat. Az tuti. Mert Pulitzer emlékdíjat csak az kaphat, aki olyan bődületes, aljas becstelenséget képes hazudni, mint ő. Nagy, fogjuk az ő nevét még hallani, mindesetre jó, ha tudjuk, ma az ukrán elnök ezen elmélkedik. És ha bármi fog történni a barátsági olajvezetékkel, a jó Isten ne adja, akkor majd ugyanezek, most megmondom, hogy mit fognak írni, jó? Azt fogják írni, hogy az oroszok robbantották fel, mint az északi áramlatot a tenger alatt, mert hogy neki kapóra jött, hogy mit mondott a Zelenszkij, mert most így majd a Zelenszkijre tudják fogni. Ezt fogják írni. Emlékezz szavamra. Rövid szünet, második részben pedig Schmidt Mária lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban Schmidt Mária történész, a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Tisztelettel. Na, mit szólsz? Azt ígértem szünetben neked, hogy szembesíteni foglak valamivel, amire én ott az első részben beszéltem, hát akkor lássuk. Most, hogy EP delegáció vizsgálja Magyarországon a korrupció és a demokrácia helyzetét, erre majd nyilván visszatérünk. De hát azt mondtam itt az első részben, hogy ilyenkor kell valami kapaszkodó az embernek, hogy valahol, ahol tudja, hogy minden rendben is, demokrácia van, és sajtószabadság, és nincs korrupció, ez lenne az Egyesült Államok. És két hírt hoztam ide, és kíváncsi vagyok a véleményedre. Az egyik, hogy most bejelentették, így 6 év elteltével, hogy az FBI bizonyítékok nélkül, sőt hamisított bizonyítékokkal éveken át tolta azt a narratívát, hogy Donald Trump az orosz titkosszolgálatokkal meg Putyinnal összejátszva aláásta az amerikai választási rendszert meg a demokráciát. És most leírják. 6 év elteltével, hogy semmilyen bizonyíték nem volt, ami mindezt egyértelműen cáfolta, azt az FBI elhallgatta. Ez az egyik hír. Ennek a másik fele, kongresszusi bizottság ad ki egy jelentést arról, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium és az FBI gyakorlatilag politikai okokból elszabotálja a Biden család elleni nyomozást abban az ügyben, hogy alig 10 millió dodót utaltak át a családnak, kenőpénz gyanánt a döntő többségét ennek az összegnek Biden alelnöksége idején, külföldi, példának okáért, kínai, orosz, meg román. Hát az a legjobb, ez a román. És azt mondják, hogy 3 millió dollár, ami azért nem egy akkora összeg, úgy azért... Ha az ember meggondolja, hogy egy amerikai alelnöknél 3 millió dollár elég, akkor ezért esetleg érdemes ezzel foglalkozni. De most komolyra fordítva a szót, tehát az önmagában egy nagy pozitívum, hogy egyáltalán ezek a dolgok napvilágra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokban. Az, hogy ez az egész orosz összeesküvés teória, amit 4 éven keresztül nyomtak, és nem csak az FBI-t marasztalnám el ebbe a dologba, meg az Amerikai Egyesült Államoknak a többi hírszerző
szervezetét, hanem a fősodrú médiát is, amelyik nyomta ezt ezerre. Nagy szellemek, ha találkozik. Ugye, napi szinten, de hát mégis az a tény, hogy ez napvilágra került, és ma már azért ez bebizonyosodott, azért ez valami reménysugár, ahogy a Biden család ügyében is egy reménysugár, hogy azért ez, erről beszélnek, és ez ma már köztudomású tény. Ami azonban elgondolkodtató, és ami a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e valami következménye ennek. És nem csak ennek, hanem annak is, hogy 51 magasrangú CIA tiszt, a CIA volt elnökeivel együtt, aláírtak az előző elnökválasztási hajrában egy nyilatkozatot arról, hogy egy orosz dezinformációs kampány csak az, ami a Bidenéknek a korrupciós tevékenységére utal, és amit abba a laptopba lehetett felfedezni. És szerintem ez a kérdés, amiről szintén kiderült, és a Kongresszusi Vizsgálóbizottság megállapította, hogy a Biden kampánynak a kérésére történt, és írták alá, politikai okokból, és ami engem a legjobban megdöbbentett, hogy mindez e-mailekben van, én azért egy CIA elnöktől azért egy többet picit, igen, többet vártam volna, hogy ennek is lesz-e következménye, mert azért ez aláássa az embereknek a bizalmát azokban a szervezetekben, amelyeknek a biztonságát kéne szavatolniuk, akár az FBI-ba, akár a CIA-ba, és Amerikában egyre többen vetik fel azt, képviselők is, politikusok is, és közéleti személyiségek is, hogy mind a két szervezetet fel kéne oszlatni. Hát igen, ugye még egy egészen megdöbbentő dolog, hogy a Kongresszusi Vizsgálóbizottság, akinél egyébként ott vannak például a banki átutalások, tehát ugye kicsit nehéz letagadni, hogy ki utalt, mennyit, hova. Hát ez viszonylag megcáfolhatatlan. De azt mondják, hogy az FBI-nál további bizonyítékok vannak, és bekérték az FBI-tól egy Kongresszusi Vizsgálóbizottság ezeket a papírokat. Mire az FBI vezetője között, hogy nem adom oda. Hát na most ez nem lesz olyan egyszerű, jó, oda fogja adni. Képzeld el ezt fordítva, képzeld el Magyarországon, a titkos szolgálat oda szólna a Parlament Igazságügyi Bizottságának, hogy az Orbán elleni bizonyítékokat nem vagyok hajlandó adni. Szerinted mi lenne abból? Hát nem is tudom elképzelni, mert talán a tengerészgyalogosok partra szállnának, vagy valami lenne. A Csepel-szigeten. Igen, de az tehát hogy lehet, hogy megpróbálják mindezt a dolgot eltusolni, bár ha az ember visszagondol, akkor egy dolog van, ami nagyon úgy visszarémlett így a gondolataimban, hogy mi volt az oka annak, hogy Barack Obama, amikor a Biden bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson, nem támogatta őt. Uh-huh. Hát az is lehet, hogy ő már tudott valamit. Mert egyéb magyarázat mi van arra, hogy a saját alelnök. Saját 8 éven keresztüli volt alelnök. Tehát lehet, hogy az Obamának ezek a jelentések már megvoltak. És egyébként, ha visszaemlékszünk, hát Biden elnök maga állt ki a sajtó elé, ezt a YouTube-on 100-szor meg lehetett nézni, én is megnéztem, ahol elmondta, hogy megfenyegette és megzsarolta az ukrán elnököt, a Poroshenkot, hogy ha és amennyiben nem bocsátja el a legfőbb ügyészt, akkor az amerikai támogatást, azt az 1 milliárd dollárt, azt nem fogja megkapni, és mit tudom, már nem emlékszem, 3/4 órát adott neki, vagy 2 órát, hogy mielőtt ő neki a gépe elindul hazafelé, azelőtt ezt megejtse, és ezt eltakari, mert azt a céget vizsgálta a legfőbb ügyész Ukrajnába, amelyikben az a ő Hunter fia, a Hunter, igazgatósági tag volt. Milyen érdekes. De félreértelmezitek, ez nem korrupció. Ott nincs korrupció, a korrupció nálunk van. És akkor térjünk is haza. Egy kicsit beszéljünk erről a EP delegációról. Benne olyan nagy ágyukkal, mint Daniel Freund, vagy Cseh Katalin, aki a korrupciós kis bulihoz tartozó egyik cégnél éppen most egy 1 milliárdos vagyonzárolást rendelt el a nyomozóhatóság. Na ő, ezek vizsgálják a magyar
demokrácia, sajtószabadság és korrupció helyzetét. Hozzáfűzni való? Én nekem az ugrott be elsőnek, hogy ezek szeretnek itt lenni. Hogy azért jönnek, mert jól érzik itt jó magukat. A jó a kaja, jó mondjuk esik most az eső, de egyébként tök jól érzik itt magukat. Biztonságban sétálhatnak az utcán, meg minden. Mert különben ezt már mi ismerjük. Tehát már rég megvan írva az eredmény, meg a jelentés, tehát ez csak egy alibi lenne, miért fárasztanák magukat különben. És biztos igaz ez Csekhatkára, és ő is biztos szeret itt tartózkodni néha így átmenetileg. Tehát egyébként meg azért az vicces egyébként, hogy az Európai Unióból jönnek ide a korrupciót vizsgálni, mikor azért otthon is lenne mivel foglalkozni. Mindjárt megnézhetnék az SMS-eket, amiket von der Pfizer asszony, hogy írtad, küldött és rendelte meg a Pfizer oltóanyagot benne. Tehát annyira lejáratják magukat ezek az uniós intézmények is a teljesen következetlen magatartásukkal, és azzal, hogy egy politikai boszorkányüldözést folytatnak ellenünk, amit már egyáltalán nem is titkolnak. Na jó, hát akkor ezt meg is beszéltük. Ami viszont egyáltalán nem vicces, mert ezt nézhetjük legott komédiának, és mindjárt nevettetni fog. Ami viszont nem vicces, az itt ne menjünk el szó nélkül. Amellett, a frissen kiszivárgott amerikai titkosszolgálati jelentés mellett, amely szerint Zelenszkij elnök január környékén arról beszélgetett, nem akárkikkel, hanem az helyettesével, meg mindenféle vezérkari tábornokokkal, hogy tán ideje lenne felrobbantani a barátság kőolaj vezetéket, indoklás, mert akkor letérdel a magyar ipar, és akkor majd Orbán meg fog bukni. Na, erről is kérném a rövid véleményedet, ugye, vagy a hosszút. Ezt a Washington Post szivárogtatta ki, és miután a Washington Post, az a kormánynak a szócsöve, ez egyértelműen amerikai döntés volt, hogy ezeket kiadják. Az, hogy mindent rögzítenek és mindent lehallgatnak a világon, ez természetes. De az, hogy ezt most kiadták, ennek több oka lehet, tehát a véletlent azt kizárnám, tehát több oka lehet. Egyrészt tudatni a Zelenszkijvel azt, hogy pontosan tudják, hogy miről van szó, tehát ha próbálkozna, akkor nem kelheti másra, mert itt vannak a szándékról való felvételek. Másrészt ő pedig szerintem egy gesztus felénk, hogy azért nem engedik ők ezt a dolgot, meg ők azért erre odafigyelnek, mert azt majd ők döntik el, hogy mikor, milyen vezeték lesz felrobbantva. Vezeték felrobbantás, ügyben kérhetik az illetékes hatósághoz fordulni, amely Washingtonban található. Igen, ezért van ennek a ügynek még egy kis pikantériája, ami így Eszterházit idézve ad egy vajszínű árnyalatot a történetnek. Zelenszkij és Ukrajna a nyugattól azzal a kikötéssel kapott eleddig meg minden fegyvert, hogy soha egyiket sem használja az ukrán határokon kívül. Ehhez képest az amerikai a titkosszolgálati jelentésben nem csak arról van szó, hogy a barátság kőolajvezetéket robbantsák fel, méghozzá orosz területen, ami szintén a határokon túl van, de fékezhetetlen agyvelejű Zelenszkij arról is értekezik, hogy határmenti orosz városokat foglaljon el az ukrán hadsereg, így harcolva ki jobb pozíciókat az oroszokkal való tárgyalásokra. Na, azért itt kérdés, hegyek merülnek föl. Igen, de ez egy alapvető tévedés, tehát azt feltételezni, hogy a Zelenszkij majd mindig mindenben azt fogja csinálni, amit mondanak neki, és nincsenek saját játékai, szerintem ez felelőtlenség. Tehát ő, neki játékai vannak, ő a saját pozícióját mindenféleképpen védeni akarja, ő nem akar abba a helyzetbe jutni, hogy ő csak úgy
egyszerűen ki lehessen a játékból írni, mint ahogy az elődjét kiírták egy perc alatt. Tehát ő neki megvannak a saját érdekei, és ebben többek között úgy látszik az egyik fő érdeke, hogy a NATO-t bevonja partnerként a háborúba. És ha az orosz területeket elkezdi majd támadni, akkor háború lesz. Tehát azt akarom mondani, hogy most még Oroszország nem háborúzik Ukrajnával szembe, ez még különleges hadművelet, vagy különleges akció, vagyis zsoldosokat vett be az orosz fél. Még nem indult meg az orosz hadigépezet a többi millió katonával, azok még várnak, mert nyilván Putyin is arra tartogatja, hogy ha kiszélesedik a konfliktus, akkor neki legyen érintetlenül meg az orosz hadereje. Ugyanakkor ez a különleges erő, amit ő bevetett Ukrajnával szemben, ez is olyan erős, hogy az ukrán hadsereg nem bír vele a NATO támogatása ellenére sem. Hogy valójában mi a helyzet a frontokon, arról nagyon nehéz bármit tudni, mert mindenki mást hazudik, és valójában egyiknek se lehet hinni, de az azért biztos, hogy az az ukrán ellentámadás, amiről annyit írtak, az vagy még nem indult meg, vagy pedig ez az, amit most látunk. Tehát nincs az az áttörés, nincs az az erő ukrán részről odarakva, ami a Zelenszky féle propagandát, hogy ők majd visszaszerzik az összes területet, plusz a Krím-félszigetet, ez nem nagyon látszik most. És két dolgot még azért tegyünk hozzá, kínaiak indítottak el egy magasrangú delegációt, hogy megpróbáljanak béketárgyalásokat, és az afrikaiak. Hát most indítottak el az afrikai kontinens legbefolyásosabb vezetői egy közös delegációt, hogy az ukránok és az oroszok között valamilyen megállapodást kitárgyaljanak. Tehát úgy látszik, hogy az egész világ abban érdekelt, hogy ez itt befejeződjön, mert mindenki tart attól, hogy eszkalálódik a helyzet. Több katonai szakértőt és elemző is leírta azt egymástól függetlenül, és ezeket olvastam, miszerint volt egyfajta ilyen, nem hülye szó a káröröm, de tehát minden esetre, hogy lám-lám az oroszok nem tudták 3 nap alatt elfoglalni Ukrajnát, pedig mindenki azt hitte, hogy ez lesz. És most már azt írják, hogy persze, hogy nem is akarják. Mert amit te mondasz, az orosz hadsereg még el se indult, és az oroszoknak aztán sok mindenük van, de idejük meg pláne. És a zsoldosok lekötik a komplett ukrán hadsereget, de ők szép lassan fel fognak őrölni bármit. És úgy tűnik, hogyha innen nézzük, akkor lehet, hogy tényleg tök mindegy nekik, hogy már másfél éve tart ez a háború. Én azt nem tudom követni, azt a nyugati hozzáállást nem tudom követni, hogy egyrésztről kiröhögjük az oroszokat, mert képtelenek elérni bármit Ukrajnába, másrészt pedig rettegünk tőlük, hogy meg se állnak Berlinig. Tehát, hogy valahol érzek itt egy pici ellenmondást ebbe. Nem mondod. Nem merült föl a beszélgetésetek során, mert most már muszáj rá kérdeznem, ha itt vagy. Mondjuk ez a kérdéskör, ugyanis David Pressman, amerikai nagykövet, ellátogatott hozzád a Terrorház a múzeumban. És most nyilván nem intim pistáskodni akarok, hogy ti miről beszélgettetek akár négy, akár hány szem közt, de azért egyfelől csak érdekes, hogy ő pontosan tudja, hogy te nem az ő embere vagy. Hogy miért megy oda, ez egy ilyen őszinte kíváncsiság volt a múzeum iránt, vagy esetleg valami gesztusgyakorlás. Hogy zajlott ez a látogatás? Azért egy dolgot előre elmondanék, minden amerikai nagykövet el szokott jönni, hivatalosan megnézni a Terrorháza múzeumot. Ezt nem mondanám el, vagy nem tudnám elmondani a többi nyugati nagykövetről, de az amerikaiak mindig eljönnek. Ő is eljött, végignéztük a múzeumot, érdeklődő volt, kérdéseket tett föl, és főleg egy négy szem közti beszélgetésben, főleg a magyar történelemről és a magyar tapasztalatokról beszéltünk,
és nagyon kedves és nyitott volt. Na, hála jó Istennek. Hosszú hetek óta szídom itt az adásban, végre néhány jó szó is elhangzott. Egyébként ezen ne menjünk el emellett, mert hívjuk az amerikai nagy Egyesült Államok pozitív szaldójához, hogy ők legalább elmennek. Nyilvánvalóan ők azért a kommunizmus feletti győzelmet, és azt, hogy mi ebből majdnem fél évszázadot a Szovjet Unió részeként töltöttünk el, megszállt országként 56-ról, meg minden, azért ez az amerikaiak számára fontos. Tehát még egyszer mondom, például német nagykövetet nem nagyon láttam így az utóbbi tizenvalahány évben, aki eljött volna, és sorolhatnám a többieket is, de az amerikaiak mindig. Hát lehet, hogy a német nagykövet mind a nyilas szobában, mind az átöltöző szobában, mind az ávós szobában rosszul érezné magát. Ezt el tudom képzelni. 3 percünk maradt, és azért beszéljünk valamiről, ami szintén, ha innen nézem, akkor ilyen pozitív fejleménynek tűnik, hogy azért olyan nagy ágyuk, mint mondjuk Richard Dreyfuss, vagy akár Tom Hanks, akik nem akárkik, mondjuk a hollywoodi kis buborékban, fellázadnak. Nyugodtan mondhatjuk, vagy használhatjuk ezt a fogalmat. Fellázadnak a cancel culture, ez az egész woke, szélső balos elmebaj ellen, és kijelentik, hogy ez így nem mehet tovább. Van remény? Hát mindenképpen van remény, mert mi is megtapasztaltunk már egy ilyen törekvést, hogy át akartak minket nevelni, és azok, akik ennek az átnevelő programnak az élén álltak, azok nálunk is betiltottak könyveket, meg kiszerkesztettek belőle részeket, meg minden, de minket érintetlenül hagyott ez az egész dolog. És ők már sehol sincsenek, mi még itt vagyunk, ugyanez lesz, ha mi tapasztalatunk irány lenne egy kicsit nagyobb érdeklődés az Egyesült Államokba, Hollywoodba és így tovább, akkor őnekik is lenne egy kis önbizalmuk, hogy azért ezen túl lehet lendülni. De Salman Rushdie, aki az egyik legnagyobb írónak számít, ő is azt mondta, hogy a nyugaton olyan szabadsághiányos állapot van, ami őt megdöbbent, és amit nem is gondolta, hogy még meg fog élni. Tehát azt akarom mondani, hogy mindenki számára ez most már olyan folytogatóvá válik, mindennapos tapasztalattá válik, ami a mindennapi életüket, a kommunikációikat, és akár, ahogy mondtad, a művészeti kiteljesedésüket is gátolja. És szerintem legfőbb ideje, hogy abba hagyják. Szívesen elmondjuk nekik, hogy tök fölösleges, és semmi értelme nincsen. Szívesen elmeséljük, hogy igen, egyébként, amit mondasz, az egyik legszebb ilyen emlékem gyerekkoromból, ugye Nyírő József már rég be van tiltva Magyarországon, mert ugye ő a fasiszta író. De a nagymamáméknál a Stelázsin, a komplett Nyírő összes, az erdélyi szépméves C halina kötésében ott sorakozik hát a polca. Hát figyelj, ha elment az ember valahova a 70-es években, és látta, hogy van halina kötéses nyír, akkor tudta, hogy jó helyen van. De az is azért mindenki számára egy igazi élmény, hogy ugye voltak a könyvtárakba zárt részlegek, ahol olyan könyvek voltak, amiket egyébként nem volt szabad olvasni, sokat ültek értem külön ott, még külön engedéllyel, meg minden, meg kutatni azért lehetett, de hát, hogy amikor meg kezdett ez a hév, amivel minket az igaz útra, meg az igaz fényre akartak vezetni, amikor ez kezdett kialudni, akkor szép lassan csak megjelentek azok a könyvek, amelyeket hosszú időn keresztül betiltottak. Tehát azért a józan ész meg a normalitás azért mindig legyőzi ezeket. Ennél jobb végszót írni nem tudtam volna. Mari, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben várom önöket, addig is minden jót, viszontlátásra.